Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával. Úgy tűnik, hogy az infláció valamelyest mérséklődhet majd az Egyesült Államokban, emiatt a kamat emelési várakozások is mérséklődtek, bár majd meglátjuk, hogy a Fed mennyire mérsékli önmagát. De mit okozott ez az aranypiacán? Csak a dollár gyengülése miatt emelkedik az arany, vagy úgy tűnik, hogy tényleg megtalálták újra a befektetők? Kérdezem Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Az elmúlt napokban jelentősen tudott javulni a hangulat az aranypiacán, ennek köszönhetően szépen tudott emelkedni a dollárban jegyzett aranyár. Alig több mint egy hete, még csak 1600 dollár környékén járt nagyjából az árfolyam jegyzése, mostanra 10%-kal feljebb sikerült kerülni. 1780 dollár körül alakul az árfolyam, és nagyon úgy tűnik, hogy lehet még további tere is az emelkedésnek. Ugyanakkor kezd fokozatosan túlvetté válni a piac. Várakozik amúgy is egy technikai ellenállás, nem sokkal 1800 dollár felett, és emiatt elindulhat hamarosan egy rövid távú profit realizálás, ez pedig megakaszthatja azért az aktuális rallit. Tehát ha javult is rövid távon a hangulat, azért azt látni kell, hogy egy hosszú és rögös út vezet felfelé a korábbi árfolyam csúcsokig. A javuló hangulat egyébként valóban az amerikai inflációs és kamatvárakozásokkal van összefüggésben. A múlt héten megjelent ugyanis a legfrissebb inflációs adat az USA-ban, és ez okozott kisebb meglepetést, és pedig azért, mert az amerikai fogyasztói árak emelkedése nem várt mértékű lassulást mutat, ami miatt a befektetők már csak kisebb léptékű kamatemelésre számítanak a Fedtől a következő decemberi kamatdöntőülésen. Amennyiben ez a várakozás beigazolódik, úgy súlyos teher kerülhet le az aranybálláról, ez a teher nyomta az elmúlt hónapokban lefelé az árfolyamot. Hát a magas kamatok az Egyesült Államokban azért hatnak negatívan az aranyra, mert emiatt egyrészt erősödik a dollár, másrészt egyre vonzóbbá válnak a kamatozó amerikai államkötvények, ez pedig eltéríti a tőkét a részvény és nyersanyagpiacokról, az állampapírok piaca felé, emiatt az arany is kikerült a nagy befektetési alapok portfóliójából, az ő elmaradó keresletük pedig a piac törvényei szerint csökkenő árakhoz vezetett. No, de lehet, hogy a következő időszakban ebben változás áll be. Lehet akkor az optimizmus, hogy akár 1800-ig is felszaladhat az arany, vagy ez nagyon-nagyon attól függ, hogy évvégéig még a Fed hogyan változtatja a kamatokat? A következő kamatdöntő ülés még odébb van, december közepén lesz, addig azt gondolom, hogy mindenképpen elérheti az árfolyam az 1800 dollárt is fölé is kerülhet, de ahogy az imént említettem, azért ott várakozik egy technikai ellenállás, amiről lefordulhat az árfolyam rövid távon, tehát én azért azt gondolom, hogy korai már is bontani a pezsgős üvegeket. Egyelőre rövid távú hatások érvényesülnek az arany árfolyamában. Tegnap még rettegtek az arany és részvénypiaci befektetők a további kamatemelésektől. Ma meg már is reménykednek a kamatemelési ciklus végében, és ezért rövid távon emelkedésnek indultak az árfolyamok az aranynál, a részvényeknél és más területen is. Tehát erős hangulat, ingadozások vannak jelen. Az aranyár utóbbi másfél hetes szép teljesítménye tényleg elismerésre méltó, de egyelőre nem több egy szakaszgyőzelemnél, egyelőre csupán egy első technikai szintig tudott visszakapaszkodni a jegyzés. De persze meg lehet, hogy most épül a bázisa egy majdani hosszabb távú emelkedésnek, ezt azonban most még korai kijelenteni. Schmidt Kálmánt hallották az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra. Köszönöm én is. Viszont hallásra. Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.